Bánó Miklós önkormányzati képviselő évtizedek óta gyűjtögeti a politikai plakátokat, melyekből kiállítást állított össze a Csiliben. A megnyitón Polyák Edit, a Csili igazgatója köszöntötte a látogatókat. Az előbb Miklós engem megállított, amikor jöttem le, hogy na milyen, mit szólok hozzá, hogy tetszik. Mondtam, hogy egy pillanat türelmét kérem, mert hogy először körbenézek, tudnélik annyira sok időt és energiát tett bele ő is, illetve kiállítás szervező kollégánk, hogy a mai napon is még történtek finomítások, pontosítások, igazgatások. Végtelen türelemmel, szeretettel történt ez a válogatás, amit itt ma láthattak, úgyhogy napközben viszont meg nekem nem volt időm lejönni, megnézni, úgyhogy tényleg ebben a pillanatban, amikor én ide lejöttem a kiállítás megnyitó előtt, akkor láttam az egész tárlatot egybe, úgyhogy most akkor nyilvánosan válaszolok neked. Ámulok és bámulok. Nem tudtam, hogy milyen lesz ez a válogatás, ugye beszéltünk róla, meséltél róla, de én azt gondolom, hogy ez tényleg egy korrajz. Engem a történelem az mindig is érdekelt, hiszen történelem szakon végeztem úgy mellesleg egyébként, még szervezés mellett. Tehát ez engem, ez a téma mindig megérintett, és hát tényleg a politikai kultúráját Magyarországnak itt látjuk leképezve, leképződni, és hát nagyon-nagyon fontosak nem csak a történelmi események, hanem ezeknek a különböző ábrázolása, melyik időszakban egy-egy politikai plakát hogy nézett ki, mi volt a fontos, mennyire volt szöveggel teli, avagy csak grafikus. Tehát ez nagyon sokféle szempontból azt mondom, hogy egy kiállítás. Ha valaki a történelmet szereti, akkor azért, ha valaki a grafikákat szereti, akkor azért. A kiállító testvére Bánó Attila, aki egykor grafikusként dolgozott és plakátokat is tervezett, a megnyitón felelevenítette az úgynevezett plakátháború korszakát. Némi közöm van a műfajhoz, tehát a plakátokhoz, mert valamikor grafikus voltam, és abban a szerencsében volt részem, hogy 1989-ben, tehát még a rendszerváltás előtt megismerkedhettem Lezsák Sándorral, illetve az Ó utcai baraképületben szerveződő MDF-nek a vezető embereivel, azokkal, akikből aztán később ismert politikai személyiségek, állami személyiségek lettek. És emiatt is van nekem rengeteg olyan emlékem, amikor látom ezeket a plakátokat, amelyek óhatatlanul előjönnek. Tehát emlékszem például a főváros kinézésére abból az időből, amikor elkezdődött az úgynevezett plakátháború. Volt egy ex-lex állapot, tehát volt egy olyan helyzet, amikor már gyengült, nagyon gyengült az előző rendszer, nem lehetett tudni, hogy milyen lesz az új, és nem lehetett tudni, hogy ebben az átalakulásban igazából ki fogja fújni, úgy mondjam, a passzát szelet. Na most ezt a helyzetet aztán sokan kihasználták, mert ez azt jelentette, hogy azok a szabályok is föllazult, például, hogy hova lehet ragasztani plakátot, úgyhogy az égvilágon mindenhova ragasztották a plakátokat a plakátragasztók. Ezek a plakátragasztó brigádok egymást próbálták túllicitálni, és rengeteg etikátlanságot elkövetve, ugye egymás plakátjait leragasztva éjszaka, aztán figyelték, hogy ki ragasztott utoljára, akkor utána oda megyek, én ragasztom oda magamét. Borzalmasan nézett ki a város, tehát emlékszem a Rákóczi út, az árkádok oszlopai ugye tele voltak össze-vissza, de a lámpaoszlopok, ahol egy kis szabad felület volt, ott megjelentek ezek a politikai plakátok. Bánó Attila politikai plakátok fejlődés történetére is kitért a megnyitóra szent gondolatai között. 89-ben, tehát a rendszerváltás előtt, ugye nem lehetett még olyan plakátokról szó, ahol megjelennek a különböző jelöltek arcképei, nevei és a többi, mert hiszen azt se tudtuk, hogy lesznek-e szabad választások, mint ahogy lettek aztán 90 tavaszán. Ennél fogva a fotók, hogy úgy mondjam, hiányoznak az első plakátokról.
és vagy ha vannak, akkor csak szimbolikusan, mint valamilyen elemek bekerülhettek. De egyébként a grafikai plakátok domináltak abban az időben, és érthető okból ezért van az, hogy ahogy látjuk is, ugye van amelyiknél még szöveg nélkül is, ugye ez a győzelmi kéz, vagy az a móka magyar, márciusban újra kezdjük, amit a Csurkának a felkérésére készítettem, az is, és ezek megelőzték a tavarisi konyecet, amelyik a legnagyobb durranás volt, ugye Orosz Istvánnak a munkája, ugye azt mindenki ismeri, de ami előtte volt, ugye ezeket az előzményeket kevesen. És hát utána jön az az időszak, amikor már megjelennek a pártképződmények, a pártoknak ugye ilyen formálódó, alakuló képződményei, és megjelennek a jelöltek. És akkor onnan kezdve a politikai plakát kezd teljesen más arculatot fölvenni, eltűnnek a grafikai elemek, és bejönnek a fotók, bejönnek ugye azok a, hát hogy mondjam, fotókból, nevekből és rövid szövegekből álló kompozíciók, amelyekből itt is láthatunk szép számmal. A plakátok gazdáját, Bánó Miklóst arról kérdeztem, hogy emlékszik-e arra az átmenetre, amikor egy-két darabot eltett emlékbe, majd kialakult a gyűjtői szenvedély. Én alapvetően sok mindent gyűjtöttem életemben, már kiskoromban ugye érmékkel is foglalkoztam, a mai napig egyébként. Tehát ilyen jellegű, hogy is mondjam, vágyam mindig volt, hogy valamit félrerakni, de nem ez volt az igazi oka ennek, hogy ez a rengeteg plakát összejött. Az igazi oka inkább az volt, hogy mondom, emlékeket akartam magamnak néha félrerakni, és egyszer csak azt vettem észre, hogy ezek már nem emlékek, hanem ezek már lassan kezelhetetlen mennyiségű plakátok, és akkor döbbentem rá, hogy én ezt gyűjtöm igazából, hisz alig vártam, hogy bárhonnan az utca éjszakai csendjében, vagy éppen a ellenfélnek a ragasztásánál ott legyek, és tudjak ugye hozzájutni ezekhez. Fontosnak éreztem, ugye a történelem az egy nagyon fontos dolog, és ezek végülis egy ilyen kordokumentumot képeznek ezek az anyagok. Ha belegondolunk, ez egy sokszor vitatott már a mai nap is, hogy a demokrácia kezdetén mik voltak, hogy voltak, elferdítik a valóságot. A plakátok ott maradnak, azokat nem lehet elferdíteni, tehát ezek elég jól sugarják az akkori helyzetet, hogy melyik párt éppen hogy gondolta akkor, és hogy mit szeretett volna ezzel mondani. Van olyan, hogy a mai napig a múltba visszamenőleg erekjéket keres, olyanokat, amiket mondjuk nehéz megszerezni, és egy hirdető oldalon megtalálja, hogy erre van mód, vagy ezeket az élete során lehet egy csak összeszedni? Hát aki ezt nem csinálta akkor, amikor ezt tehette, akkor ezt már nagyon nehéz tennie. Ez olyan hasonlít a numizmatikához. Ugye, hogyha az első napi kiadást megveszi az ember, akkor az jó állapotba el tudja tenni. Vagy megjelenik egy érme, ami még tükörfényes, hibátlan, vagy akár tokba el tudja tenni. De ha már vár egy évet, és ugyanazt az érmét keresi, azt már nem fogja olyan, legalábbis abban az állapotában nem fogja megtalálni. Ugyanezek a plakátok. Ha akkor az utcán az ember, vagy éppen nagy szerencsével hozzájuthat, ha valakinél emlékül el volt rakva, de ez nagyon ritka. Tehát végig kell csinálni ezt a munkát, és aki ebben részese, tehát aki részese volt, hát én részese voltam elég komolyan, úgyhogy 1989-től napjainkig engem meg lehet találni az utcán mindig. Van. A politikai plakátok célja változatlan, hiszen a kezdetektől fogva a szavazásra és az állásfoglalásra buzdítják az embereket. Viszont a tartalmuk, a mondani valójuk, az emberekre gyakorolt hatásuk változott az évtizedek alatt. Az akkori időszakban teljesen más technológia volt, teljesen más mentál, tehát nem volt számítógép, nagyon fontos volt a manuális érzék, a manuális készség, és ugye az a gondolkodásmód, amit próbált sugallni. De mások voltak a technikai adottságok, meg a lehetőségek. Tehát ugye ehhez kellettek grafikusok, nagyon komoly. Most már a mai világban az ember előtt egy számítógéphez, elkezd gondolkodni, és tud valamit alkotni. Ez akkoriban nem ilyen egyszerű volt, sőt, hogyha megnézzük ott a MUK-féle plakátot, ha megfigyeli az ember, az teljesen kézzel volt csinálva. Tehát szinte olyan, mintha azt mondanám, hogy egy alkotás. És ha már a továbbiakban mondjuk az 50 sortüzet nézzük, ott már látszik a technológia, tehát hogy azért a betűtípusokat nem egyenként ragasszuk, de a mondani való. Hát ugye az érzelmek, ez igazából nem más, mindegy milyen plakátról beszélünk, ez lehet politikai, lehet akár egy teljesen más jellegű plakát, ez egy PR történet. Tehát
van, amikor egy terméket plakátoznak, és feltétlenül el kell adni, itt meg az embereket próbálják előtérbe helyezni, és megpróbálják, hogy az ő csapatuk győzzön, és ők tudjanak bejuttatni ugye, jelölteket. Ez is erről szól. Vagy hogy melyik párt tudja elérni azt a szintet, hogy bejusson mondjuk akár a parlamentbe, vagy egy önkormányzati választáson. Lehet itt látni ezt is, azt is. Hol vannak ezek a plakátok otthon? Milyen helységben van ez? Ugye én a Helsinki úton lakom, tehát Pest Erzsébeti vagyok. Ezt lakásban nem lehetne tartani. Tehát amikor azt mondom, hogy több ezer darab, akkor ennek fizikális súlya akkora, hogy nem lehet megemelni, hogy egymás, ugye, de a legjobb egymásra helyezve tárolni, viszont nagyon nagy az időszaki különbség, másrészt pedig az anyag, és a harmadik meg a méret. Tehát nem egyszerű a helyzet. Igazából nem tárolni nehéz, hanem megtalálni nehéz, mert amikor az ember ezt kezdi keresni, akkor nem tudja megemelni azt a súlyt, csak úgy, hogyha elkezdi lebontogatni. Most azért több ezer plakátot óvatosan vigyázva szedegetni le, hogy végre egyet megtaláljon, hát nem kis feladat, meg lehet oldani. Itt azért kicsit könnyebb helyzetben voltam, mert már elő is voltak készítve a plakátjaim, próbáltam azok közül egyszerűbben válogatni. Hát az egész Chili nem volna elég rá, hogy azt a mennyiséget kiállíthatóvá tegye. A kiállítás, melynek anyaga az újkori történelmünket idézi fel, november 16-áig tekinthető meg a Chiliben.